Kedves nézőink! Eltelt egy év azóta, hogy újraindítottuk a Suli TV adásait. A műsor anyagát eleinte a Zanádi TV szakmai stábjával állítottuk össze. Csehi Gábortól és Döme Tamástól ezúton szeretném megköszönni a nagyon sok szakmai és technikai segítséget. Később megteremte az iskolai feltételeket, a gyerekeket is bevontam az adások szerkesztésébe. Az eddig elkészült műsorok felvételeinél 11 diák élhette át mindazt, ami a mozgókép kultúrával, valamint a közösségünk életével kapcsolatos felvételek elkészítésének izgalmai és az alkotás tájékoztatás öröme nyújtott. Hónapról hónapra igyekszünk bemutatni a fontosabb iskolai eseményeket, hírek, összefoglalók formájában. Beszámolunk iskolai ünnepségekről, tanulmányi, kulturális, sportrendezvényekről. Kérjük, fogadják meg különböztetett figyelemmel e kis csapat munkáit, és most tekintsék meg a március hónapról készült műsorunkat. Március 3-án Kaposváron József Attila szavaló versenyt rendeztek, melyen Lakatos Laura tovább jutott az országos döntőbe. Másnap a Nyelvünkben élünk magyar nyelvi verseny megyei döntőjét nyerte meg. Március 20-án Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen szerepeltek kiválóan diákjaink. Nagy Péter 8. osztály és Lakatos Laura győzött, Mohai Mónika 3., Fekete Georgina 4. és Egyed Laura 6. helyen végzett. Március 25-én Balatonföldváron rangos népmesemondó versenyen győzött Kovács Gabriella, 4. osztályos tanulónk. Siófokon rendezték meg az alapműveleti matematikai versenyt, melyen szép számmal neveztünk. A legjobb eredményt Mohai Móni érte el bronzérmével. Gratulálunk! Körzeti mezei futóversenyt rendeztek Balatonszabadiban, melyre nagyon szép időt fogtunk ki. Csapataink tisztességgel helytáltak, de sajnos sok babér nem termett nekünk. A legjobb eredmény Hisman Eszter nevéhez fűződik, aki a 3. helyet szerezte meg korcsoportjában. Március 26-án az 5. osztály rendezett klub délután szórakoztató vetélkedéssel versenyeztek. A Mező Ferenc Szellemi Diák Olimpia területi versenyét a tatai edzőtáborban rendezték meg, melyen az Egyed Laura, Mohai Mónika, Lakatos Laura, Győri Robin összeállítású csapatunk a 2. helyezésükkel kiharcolta az országos döntőbejutást, ahol már nem kegyelmeztek ellenfeleiknek, és nagy küzdelemben megszerezték a bajnoki címet. Eredményhirdetése következik. A Zamárdi Általános Iskola 86 ponttal. A legfényesebb éremből jutott Kis Judit néninek is, aki remekül készítette fel a csapatot. Gratulálunk! Április 1-én közgyűlésen kezdtük az idei diáknapot. Melyen programismertető után a diákelnök Bacsó Balázs értékelte az évet diák szemszögből, majd Tarp Péter igazgató bácsi mondott néhány gondolatot az eddigi iskolai munkáról. Ezután Tibor bácsi ismertette az iskola minőségfejlesztés kérdőívének eredményeit, majd elkezdődtek a vetélkedők sportprogramok. Lehetett malmozni, zsakkozni, rajzolni, ügyességi vetélkedőn részt venni, focizni, pingpongozni, kézilabdázni, kedvényszerű. Volt osztályok közötti kötélhúzó verseny, hogy azt a nap fénypontja, tanár-diák foci meccs és kosárlabda mérkőzés követte. A csapatok elosztása után megkezdődött a presztízs harc. Nagy küzdelem volt látványos helyzetekkel.
focit végül a tanári csapata nyerte 6-3-ra, pedig 2 méterest is hibáztam. Ezután a felsősök mérhették össze tudásukat hasonló sikerrel. Az erős iramú kezdés után lassan megyüttek a pontok. 36-12-re ismét a felnőttek győztek Géza bácsi és Hismar Renáta segítségével. A meccseket végig szurkolta mindenki, aki nem játszott, majd rövid eredmény hirdetés után jó ízűen elfogyasztottuk az elélet. Tartalmas, jó hangulatú nap volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a jövő havi